Csoknyai Henrik vagyok, 2014-ben szerepeltem a Blokkoló című Meghatározó élmény, ez, ez maga, maga, az, hogy így ott lehettem ezzel a, ezzel a, csapattal, együtt dolgozhattunk, és, és egy olyan tök jó darabot adhattunk elő, amiben azért magunkból is adtunk egy kicsit élveztem minden percét, és igazából még mindig így a mai napig így a fejemben bármikor hogy néha lejátszom így azokat a régi időket, amikor ugye ezeket így csináltuk, ugye próbálgattunk, dolgoztunk a darabban, és szóval igazából nekem, nekem az, hogy maga ez, hogy részt vettem ebben az egészben, és hogy a részese lehettem végig, ameddig csak tartott. Nekem ez így mind maga, ami meghatározó volt. hogy a, hogy, a, hogy a nézők előtt úgy teljesíteni, hogy, hogy közben ugye annyira voltak közel, hogy ez, ez a pár centi, hogyha elválasztott ugye minket a nézőktől, és ezáltal ugye teljesen elkülönteni ugye őket a darabtól, szóval hogy ez, ez, ők ott vannak, mi meg így vagyunk, meg az előadás, teljesen más világ úgymond, és akkor ezt így mind véghez vinni úgy, hogy mosoly nélkül, és persze úgy rendesen eljátszani a, a szerepet. Hát nem is tudom. Szerintem, mint a legtöbb srácnál is, meg a lányoknál, szerintem ugyanaz volt, hogy hát az az izgultság egy kicsit, szóval az a megfelelési, megfelelési kényszer, hogy mindent beleadjunk, és hogy minden jól sikerüljön. Talán, talán, mondhatjuk még azt is, hogy, hogy közben egy el voltam gondolkodva azon, hogy, hogy én most mibe is csöppentem bele, és és hogy menni fog -e egyáltalán, szóval, hogy készen állok -e én erre a feladatra, hogy ezt meg megcsináljam. De, de mindvégig az volt a fejemben, hogy szerintem egy tök jó dolog ez az egészben részt veszek, és ráadásul nem is egyedül csinálom, hanem többen csináltuk, és ezáltal így, ez így adott erőt, hogy jól menjen, szóval igazából ezek, amik jártak a fejemben. Amikor az előadás ide véget ért, és akkor ugye, utána még pár néző, még, még ott maradt a, az előadás után, és ugye próbál oda hozzánk gratulálni, kezet fogni, elmondani egy-két szót, hogy ez miért is volt olyan jó, meg hogy mi az, ami nekik tetszett. Szóval így ö, szerint, szerintem így ez, ez volt az, az a pont, ami ami. Dvár mi is volt a kérdés? Pontosabban mondom már még egyszer, hogy akkor jött, talán hogy jobban ki tudnám magam fejezni. Az emberekhez való hozzáállásom. Teljesen nyitottabb vagyok az emberek felé, és így én magamat is így kicsit jobban kinyitottam a kapukat, és így jobban kitárolkozok így az új dolgok felé. De érzem magamban, hogy valami biztos váltott és biztos egy jó irányba. Hát már csak az élmény megélése miatt már érdemes belekezdeni egy ilyenbe. Talán ezek, eze, ezek által még valami új dolgokat is megtanulhatunk valamilyen szinten. Talán bizonyos dolgokban lehet, hogy már másképp látjuk majd a dolgokat, mint, mint amúgy. Szerintem ez nagyon jó dolog, nagyon sok dolog miatt érdemes belevágni, mert csak jó élmények várhatnak ránk, és új emberek, új barátok esetleg, szóval szerintem sok mindenért érdemes. Közösség színház nekem olyan, mintha mint egy második otthon lenne. Ez egy álomhely, mondhatjuk.